Köszönöm ezt a hősies helytállást, amit tanúsítottak az elmúlt napokban. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester ezen szavakkal fogadta a híres város hőseit, akik a földrengés sújtotta Törökországban kutattak túlélők után. A kecskeméti alakulat tegnap este érkezett haza, akiket a város vezetője mellett dr. Salac László országgyűlési képviselő, valamint a török nagykövetség delegációja fogadta a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A kecskemétiek közül többen könnyeztek, amint meglátták a fogadóbizottságot. Most már jól érezzük magunkat. Igen, nagyon megható volt, hogy ennyi ember fogadott itt minket, magyarok is, törökök is. Tök jó barátságot kötöttünk kint sok törökkel, úgyhogy hogy tényleg ők mi testvéreknek tekintenek minket. Mogyi, a híres Rescue Team keresőmentő kutyája az út végére már nagyon elfáradt, már sem ülni, sem feküdni nem tudott rendesen. Szemreiné Pataki Klaudia polgármester is meghatódottan méltatta a híres Rescue Team, valamint az Egy Csepp Tűz önkéntes tűzoltó egyesület tagjait. Gyakorlatilag nem tudok megszólalni, én azt gondolom, hogy ennél nagyobb önkéntesség, segítség, szeretet, ami ezekben az emberekben él és dolgozik és lángol, hogy a saját szakmájukon túl a szabadidejükben azonnal oda siettek a katasztrófa helyszínre, nem gondolkodtak rajta, egy telefonnal felhívták egymást és összefogással gyorsan oda mentek, ahol a baj van. Dr. Salac László december óta szívén viseli a híres Rescue Team sorsát, ugyanis a csapat akkor kereste fel őt, hogy nem tudják folytatni a munkájukat, elfogyott a pénzük. Az országgyűlési képviselő akkor rögtön a segítségükre sietett, így nem volt kérdés, hogy most is várja őket a reptéren. Nagyon büszke vagyok, és azért is büszke vagyok, mert polgármester asszony jelezte délután nekem, hogy várhatjuk, személyesen fogadhatjuk a híres Rescue Team tagjait. Egy pillanatig nem gondolkodtam, hogy nekem itt a helyem, akkor sem gondolkodtam, amikor decemberben megkerestek azzal, hogy nehézségekkel küzdenek, és rögtön a segítségükre siettem. Próbálok ezentúl is mindent megtenni, mert látjuk, hogy van eredménye, és hogy nem a kútba dobott pénz, a kútba dobott energia, amit ők befektetnek ebbe a munkába. A két kecskeméti alakulat csütörtökről péntekre virradó éjszaka érkezett meg Hatay tartományba, ahol egészen vasárnap hajnalig kutatták fel a túlélőket, emelték ki a holttesteket. A témával bővebben Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk.